Gyere, fiatal ember, így egy könyöklés, jó? Köszönöm. Már lassan 2 éve leszek benn, most leszek 2 éve. Eddig is jók voltak a karácsonyok itt bent, szoktunk csillagszórózni, van ünnepi vacsoránk is, sok mindent szoktunk enni. Akkor idén is jó lesz, most kértem egy Nike melegítő alsót, és szeretni fogom. Játék, sporteszköz, ruhanemű. Széles a paletta, de elsősorban ezeket kérték karácsonyra a gyermekotthonban élő gyerekek. Volt olyan gyerekünk, akit az Emmiből hívtak egy vasárnap délelőtt, hogy SL, 15 éves fiatalember kért egy valamilyen technikai berendezést, amit nem tudnak értelmezni. Ez egy mátészalkai fiatalember volt, aki egy tévéhez kapcsolható jelerősítő berendezést, egy belső antennát szeretett volna, hogy ne csak a Mindig TV-t tudjuk nézni, és bejöttem, a gyerek meg tudta mutatni azonnal az interneten, linkeltünk, képet küldtünk, és a gyerek megkapta, és nagyon boldogok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermekvédelmi központ 448 gyermeke kapott hétfőn karácsonyi ajándékot, Mátészalkán és a nyírszülősi lakásotthonban összesen 130-an. A gyerekek sok-sok nehézséggel indulnak neki az életnek, de mégis azt látom és azt tapasztalom most már sokadszorra, hogy a nevelőknek a tényleg álhatatos munkájának eredményeképpen igenis sok mindent kapnak az életbe, pozitívumot. És ezek közé tartozott az is, hogy amikor beszélgettek velük, akkor látom, hogy van céljuk. És jó hallani, amikor egy 13, 14, 15 éves gyermek meg tudja mondani, hogy mire készül. Cukrásznak, pincérnek, varrónőnek, adott esetben optikusnak, amit Mátészalkán még inkább nagyon fontos. Tehát tudják azt, hogy valamit szeretnének az életben. A miniszterelnökség idén a minisztériumok összefogása révén 7500 gyermekhez juttatta el adományait.